Sziasztok és jó reggelt mindenkinek, leginkább nekem, ugyanis itt éppen reggel 6 óra van, viszont amikor ti látni fogjátok a videót, valószínűleg már ilyen délután 2, 3, 4 ilyesmi lesz, úgyhogy nektek szép délutánt, remélem jól telt a nap. Wittenbergben építettem ezúttal egy házat, ugyanis egy kép Twitteren inspirált, úgymond, ezt majd belinkelem a leírásba. Twitteren van egy olyan felhasználó, aki direkt azért töltöget fel valódi házakat, házakról képeket, hogy akik a Sims-ben építkeznek, azokat ez inspirálja, és megépítsék, hogyha úgy gondolják, és egyszer már építettem tőlük egy házat, és egyébként tök jó házakat szokott felrakni, úgyhogy így több ház is volt már, amiről úgy gondoltam, hogy ezt majd tök jó lesz megépíteni, csak az a helyzet, hogy annyira nem szeretek építkezni, ezt így az utóbbi időben észrevettem. Úgyhogy azért is van, hogy mostanában a legtöbb épületem az lakás volt, mert valahogy nincs türelmem ahhoz, hogy egy teljes házat megépítsek, de néha előfordul, hogy tudjátok, látok egy nagyon jó képet, és rögtön az jut eszem, hogy ezt muszáj megépítenem a Sims-ben, vagy valami hasonlót legalább. Úgyhogy ennél a háznál is ez volt a helyzet, megláttam a képet, és muszáj volt valami ilyesmit építenem a játékban. És Wittenbergöt választottam erre a házra. A szigeten található egyik telket, és elég picike a telek egyébként, úgyhogy nagyjából az egész telket kitölti a ház, nem nagyon van hely különösebb kertnek, vagy medencének, vagy ilyesmi. Egy picike terasza van, ahova szerintem majd jacuzzit, vagy ilyesmit rakok. Viszont az a helyzet, hogy Wittenberg nagyon hideg, úgyhogy előfordult már olyan, hogy építettem egy tök jó medencés házat, és vártam, hogy nyár legyen a játékban, hogy majd a szimjeim kint tudjanak fürdőzni a medencében, de eljött a nyár Wittenbergben, és ugyanolyan hideg volt szinte, mint hogyha ősz lenne. És hát megvolt már akkor az évszakok egy ideje, csak valahogy soha nem figyeltem, nem tudom, lehet, hogy előtte nem nagyon játszottam medencés házakban Wittenbergben. Alapvetően 7 szim férhet el ebben a házban, amit majd az alaprajzon láthattok a videó végén. A berendezés meg a szobáknak az elosztása az nincsen benne ebben a videóban, úgyhogy itt csak a külseje van. Ugyanis azt majd egy következő videóban szeretném, mert nem szerettem volna, hogyha túl hosszú lenne, és azt kellett volna összevágni rövid részekre. Illetve így gyorsabban megvan, azért ez csak egy 13 perces videó, és nagyon remélem, hogy végig tudom beszélni, ugyanis akkorákat ásítozom, illetve hát így a beszéd elkezdése előtt akkorákat ásítoztam, hogy nagyjából kiestem a saját számon, úgyhogy remélem, hogy sikerül végigbeszélni a videót. Szóval az alaprajzon látjátok majd, hogy 7 szim fog elférni ebben a házban. Van egy, a második emeleten van egy kék padlós szoba, szőnyeges szoba, a kék szőnyeges, igen, nem padlós, ahol 2 gyerekszimet szeretnék majd elhelyezni, illetve a lenti szinten van 2 kis szoba, ahol ugye egy-egy gyerek fér el, illetve a második szinten még van egy pici szoba, ahova 1 vagy 2 tipegő elfér kényelmesen, és természetesen van egy közepes méretű szoba a szülőknek is. Viszont fürdőszobából nem építettem olyan sokat, és valaki felhívta a figyelmemet rá Facebookon, hogy lehet, hogy a fürdőszoba kevés lesz, és hát nem tudom. 2 darab fürdőszobát építettem. Úgy terveztem, hogy mind a kettőben lesz ugye WC, viszont van egy külön kis helyiség, amiben van még egy WC, mármint, hogy ott csak egy WC van. Tehát igazából 3 WC és 2 fürdőszoba, ami van ebben a házban. Majd meglátjuk, nem tudom, hogy fogok-e mostanában játszani egyáltalán a házban, de igazából szeretnék, mert általában szeretem használni a saját házaimat. Van 1-2, amit így megépítek, játszok benne egy picit egy családdal, aztán úgy megunom, mert annyira mégsem jön be, mint amikor építettem. És egyelőre nem tudom azt se, hogy melyik család költözzön ide. Nem akarok most egy külön családot gyártani csak azért, hogy ide költöztessem őket, úgyhogy valószínűleg a meglévők közül fogok majd választani. Esetleg, hogyha valaki valahol felnő, van egy pár tinédzserem,
akkor talán valaki kezdhet egy új életet itt, bár nem egy olcsó ház, úgyhogy nem tudom, hogy kinek lenne alkalmas, de van egy-két olyan tinédzser szimem, akik tehetős családból származnak, úgyhogy talán közülük majd valaki. És képzeljétek el, ez most nem vág így a videó közben, de képzeljétek el, az előző videóm szerkesztése közben, ugye amikor az egyik családommal játszottam, annyira megrémisztettem magamat, hogy konkrétan halálra rémültem, ugyanis az történt, hogy szerkesztettem a videót, és egyszer csak hallom, hogy csipog a Messenger, ugye a Messenger értesítés hang, és így nézem, hogy a telefon az előttem van az asztalon, és le is van némítva, és nem jelzett üzenetet. És ilyen este volt nagyjából, nem annyira késő, 8-9 körül lehetett, az a lényeg, hogy sötét volt, egyedül voltam itthon, és így egyszer csak hallom a Messenger hangot, és így nézek, hogy kinek a telefonja ez, ki van a lakásban. És aztán leesett, hogy az én telefonom volt, csak a videó felvétele közben, amíg játszottam, akkor csipogott mögöttem a régi telefonom, ami valamiért éppen volt kapcsolva, és nem némítottam le. És hát ennyi a sztori, hogy halálra rémültem konkrétan a videóvágás közben, amikor meghallottam a Messenger hangot, ami még a játék közben csipogott bele. Úgyhogy ez ilyen vicces volt. De térjünk vissza egy kicsit még a házhoz. Nem tudom, hogy most pontosan hol járunk a videóban, nagyjából itt a terasz építésnél. És kettő terasz van egyébként, ugye van egy fönti terasz, illetve egy lenti terasz. Nem tudom, szerintem a lenti teraszon lesz a jacuzzi, illetve ezek, és a föntire pedig még elképzelésem sincs, hogy mit rakjak. Most így hirtelen nem rémlik, de azt hiszem, hogy a fönti teraszra a fönti nappaliból lehet majd kijutni, tehát nappaliból is kettő van. Ugye van egy lenti nappali, illetve egy fenti. Úgyhogy ebben a házban van bőven hely arra, hogy mindenféle társasági életet éljenek a szimek. Lehet, hogy a fönti nappalit majd úgy fogom berendezni, hogy ott lesznek ilyen pingpongasztal, meg ilyesmi, nem tudom, rádió, stb. A lenti pedig ugye a hagyományos kanapé, kandalló, tévé, stb. És hát egyelőre nagyjából ennyi, amit így az épületről el tudok mondani. Szeretném még ma berendezni, de nem biztos, hogy lesz rá időm, úgyhogy majd meglátjuk, de valamikor a héten biztosan. Eredetileg ezt a videót is tegnap reggel szerettem volna felvenni, és akkor ma reggel már be tudtam volna rendezni. Viszont tegnap reggel, hát nem is az, hogy későn keltem, mert nagyjából ugyanúgy keltem, mint ma, úgyhogy általában ilyen 4-5 között szoktam felkelni, és tegnap viszont kezdtem egy új helyen, egy új munkahelyen, és annyira nem tudtam aludni előző nap, hogy annyira fáradtan keltem, tehát ugyanúgy általában ilyen 3:30 körül csörög az órám, de ilyen 4-5 között szoktam felkelni, mert ugye szundi, meg ilyesmi, és tegnap előtt, ugye vasárnap éjszaka olyan szinten nem tudtam aludni, mert egyszerűen nem tudom, tehát ilyen ideges voltam, vagy izgultam, nem is tudom, hogy bemegyek majd ugye az új munkahelyre, és hogy milyenek lesznek az emberek, hogy attól nem féltem, hogy nem fogom tudni megcsinálni a dolgomat, mert dolgoztam már ugyanezen a területen, úgyhogy attól a részétől nem féltem, csak tudjátok, az új emberek, hogy senkit nem ismerek. Az előző munkahelyem tök jó volt ilyen szempontból, mert oda úgy mentem, hogy már eleve sok ismerősöm volt az adott helyem. Itt viszont abszolút nem ismertem senkit, úgyhogy igen, szóval nagyon paráztam ezen, hogy milyen lesz, milyenek lesznek az emberek, de végül egyébként nem volt ezzel semmi gond, persze még mindenki idegen, de majd, hát gondolom, majd összebarátkozunk, összeismerkedünk. És mindegy, szóval az a lényeg, hogy abszolút nem tudtam aludni, körülbelül 3 órát aludtam maximum, és hát reggel nem nagyon voltam olyan állapotban, hogy felvegyek egy voiceovert, mondjuk igazából soha nem vagyok olyan állapotban, úgyhogy mindegy. Szóval ja, ennyi, de most meg tudtam csinálni, lassan vége is van a videónak, legalábbis én úgy látom, de lehet, hogy nektek még van egy kevés, ugyanis tökre elbénázom folyton ezeket a voiceovereket,
úgyhogy nagyjából ilyen 13 percet se tudok anélkül végigbeszélni egyelőre, hogy ne kelljen belőle kivágnom részleteket, úgyhogy így mindig elcsúszik egy kicsit, azért nem is szeretek igazából annyira az épületről beszélni, mert hiába beszélnék arról, hogy jaj, igen, most rakom fel a lámpákat a falra, hogyha aztán a megvágott beszédben nem is az hallatszik, hanem ti mondjuk épp azt látjátok, hogy falakat színezek, vagy ilyesmi. De mindegy, én lassan a videó végére érek, úgyhogy ha tetszett az épület, akkor léci, nyomjatok egy lájkot rá, illetve bármilyen véleményt szívesen fogadok, látjátok a végén az alaprajzokat is, ugye. És hát igyekszem a héten valamikor be is rendezni, mert az biztosan sokak számára sokkal érdekesebb, de egyébként ezzel kapcsolatban is leírhatjátok a véleményeteket, hogy ti melyik részét szeretitek jobban a házépítés videóknak, hogy amikor a külsőt építi az ember, vagy pedig amikor utána berendezi. Én egyébként ugye mondtam, hogy építeni nem szeretek már annyira, viszont amikor házat építek, akkor mindig úgy vagyok vele, hogy megépíteni sokkal jobb, mint berendezni, de igazából lehet, hogy csak azért, mert amikor egyben próbálok egy ilyen nagyot megépíteni, akkor már tökre elfáradok benne, mentálisan szinte, hogy ugye sokáig tart, és hát már elegem van, amikor a berendezésnél tartok, és lehet, hogy csak azért nem szeretem berendezni. Na mindegy, most már befejezem, mert most már nálam vége a videónak, és azt sem szeretném, hogyha túl sokat beszélnék, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, és itt voltatok, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor jelezzétek egy lájkkal, illetve, ahogy mondtam, bármilyen vélemény, komment jöhet a komment szekcióba. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!